Sziasztok! Én Kaci vagyok, ez pedig itt újra a Hype, a Foodpanda és a GameStar közös hetente jelentkező hírműsora, ahol beszámolunk nektek a játékvilág legizgalmasabb történéseiről és legnagyobb bukásairól, hollywoodi botrányokról, és beszélgetünk egy kicsit az UFO-król is. Nem hiszitek? Akkor tartsatok velünk a következő körülbelül 10 percben, jönnek a hét legfontosabb eseményei, de mielőtt belevágnánk, csapjatok rá gyorsan a feliratkozás gombra! Hivatalos, elmarad az idei E3. A legnagyobb Gamer Expo koporsójában minden bizonnyal ez volt az utolsó szög. Letartóztatták az MCU következő főgonoszát, a Marvel filmes univerzumának aktuálisan legfontosabb karakterét nagyon komoly vádakkal vitték el a rendőrök. Botrányos állapotban a The Last of Us PC-s változata. A Naughty Dognál gőzerűvel dolgoznak a javításokon, de ezzel már elkéstek egy kicsit. Kezdjünk is mindjárt egy szomorú hírrel. Évek óta futott nálunk is az a promóció, amelynek keretein belül az új belépő vagy az előfizetésüket régóta szüneteltető Game Pass előfizetők az első hónapban 300 forintért pörgethették akár a Game Pass Ultimate csomagot is, amivel PC-n, Xboxon és a felhőnek köszönhetően mobilon vagy egy kompatibilis tévén is tolhattuk a legjobb játékokat. Ennek sajnos a héten vége szakadt. Az Xbox Game Pass és a PC Game Pass havi 3000 forintba, míg a Game Pass Ultimate havi 4190 forintba kerül. Szerintünk még ezen az áron is megéri, de ha valaki összeáll néhány barátjával, akkor a családi csomag 5 fő esetén fejenként 1678 forintba kerül, ezt pedig több száz játékért, hát bármikor örömmel leszurkoljuk. Éppen a múlt héten számoltunk be arról, hogy Justin Roilandet felmentette az ügyészség, de már is itt a következő zaklatásos botrány, amelynek középpontjában a Hangya és a Darás Quantumania, valamint a Creed 3 sztárja, a Marvel filmes univerzum következő fázisának főgonoszát Kangot alakító Jonathan Majors áll. Majorst a napokban azután tartóztatták le, hogy egy 30 éves nő feljelentette. A 911-es segélyhívóra érkező bejelentést követően a mentők a nőt kisebb nyaki és fejsérülésekkel szállították kórházba, Majors pedig a rendőrök letartóztatták. A vád zaklatás, folytogatás, családon belüli erőszak. Majors ügyvédei persze azonnal megpróbálták tisztára mosni a nevét, újra szárnyra kapott azonban a néhány hónapokkal ezelőtt megszellőztetett pletyka, amelyekben egy feltörekvő, meg nem nevezett sztárról beszéltek, aki állítólag a valóságban egy gonosz, kegyetlen, abúzív emberi lény. Több jel is arra utal, hogy a poszt szerzője Majorsra gondolt, a vádak mögé pedig többen is beálltak, szerintük eddig csak azért nem hallgatta meg őket senki, mert hiába tudják sokan, hogy egy szociopata bántalmazóról van szó, az áldozatok jelentkezése nélkül lehetetlen volt bármit elérni. Egyelőre korai lenne bármit is biztosra venni, mi sem akarunk pálcát törni a színész feje felett, az minden esetre biztos, hogy az amerikai hadsereg már vissza is hívta azokat a reklámokat, amelyekben a színész népszerűsítette a katonaságot. Az ártatlanság védelmét persze ők is fenntartják, de a józanság mégiscsak az diktálja, hogy az ügy tisztázódásáig visszavonják a reklámokat. Egy másik pszichopata társaságába került nő fotója is bejárta a sajtót a héten, ennek viszont csak örülni tudtunk, ugyanis a Joker folytatása a Folia Dő forgatásán készültek, és Lady Gagát ábrázolják, immár Harley Quinnként. A pszichiáterből lett Gothami gonosztevő a képregényekben és a korábbi filmekben rendesen belegabajodik Jokerbe, és bár azt nem tudjuk, hogy ebben a filmben mennyire fűzik majd szorosra a kettejük románcát, nagyon izgatottan várjuk a musicalt, és ha csak fele annyira lesznek emlékezetesek a dalok, mint a Csillag születikben, már nyert ügyünk van. Na, nem úgy szerencsétlen Naughty Dognak, akiknek most épp le kéne aratniuk a munkájuk gyümölcsét, ehelyett 8 nappal letéve kalapálják a The Last of Us Part 1 PC sportját. Az HBO-s sikersorozat után közvetlenül érkező PC-s kiadásért, ugyan közvetlenül nem a Sony istállójába tartozó stúdió dolgozott, hanem az Iron Galaxy, most egész biztos, hogy mindenkit ráállítottak a projektre, hát ha sikerül a balhét minimális arcvesztéssel lehozni. Pedig az Iron Galaxy-nél sem kódoló majmok dolgoznak ám, hiszen a Metroid Prime Switch portja 10/10-et kapott mindenhol, ahogy többek közt a Diablo 3 kézi konzolos változata is parádés lett, de ez a mostani sokkal inkább hasonlít egy korábbi munkájukra, a Batman Arkham Knight PC-s kiadására. Mi már akkor gyanakodtunk, amikor nem akart megérkezni a kulcs a játékhoz,
miközben a Sony más portjai akár egy hónappal a megjelenés előtt befutottak. Nem véletlenül halogatták a dolgot a jelek szerint, a játék ugyanis kritikán aluli állapotban debütált, és bár azóta már több javítócsomag is érkezett hozzá, még mindig élvezhetetlen. Ritkán látunk olyat, hogy a processzor fogja vissza egy játék teljesítményét, single player címekben meg aztán pláne, de nem az alacsony framerate az egyetlen probléma. A shader építési folyamat az első indítás előtt nekünk 50 perc volt, és bár nálunk a patchek után nem omlott össze a játék, több ezer vásárló számolt be folyamatos crash-ekről, grafikai hibákról. Nagy kár érte, főleg a sorozat sikere láttán, de a Naughty Dog fogadkozik, hogy a jövőben is terveznek PS5 mellett PC-re is fejleszteni. Noha előző két játékuk, ez és az Uncharted Legacy of Thieves Collection rajta sem volt zökkenőmentes. Érdekes adalék, hogy Nathan Drake kalandját is az Iron Galaxy portolta. Nagyon drukkolunk, mert a következő ilyen ballépést már nem fogják megbocsátani a rajongók. Akinek régebbi PC-je van, az egyébként is kimarad ebből a játékból a magas gépigény miatt, de azoknak a PC-s játékosoknak is össze kell kapniuk magukat, akik még mindig nem tudták elengedni a Windows 7-et. A Valve ugyanis bejelentette, hogy nem sokáig támogatják már a Legacy rendszert. Elképesztő belegondolni, hogy 13 évvel ezelőtt jelent meg minden idők egyik legimádottabb oprendszere, és a mai napig rengeteg gépen ez fut. A Microsoft idén januárban hivatalosan is elengedte ennek és a 8.1-nek a támogatását, a Valve azonban egészen 2024. január 1-ig még kitart. Azt követően viszont olyan biztonsági frissítéseket kap majd a Steam, amelyek már csak Windows 10 és 11 alól engedik belépni a felhasználókat, szóval ha még nem változtatok, akkor kezdjetek el hozzászokni a gondolathoz. Mint ahogy azzal is kezdjetek el megbarátkozni, hogy az év legnagyobb videójátékos expója, az E3, nincs többé. Na jó, ez így hivatalosan még nincs kimondva, de alig ha tud innen felállni az egykor patinás rendezvény. Utoljára 2019-ben rendezték meg az expót, már akkor is a Sony nélkül, aztán ők is áldozatául estek a Covid-nak. 2021-ben megpróbálkoztak egy online változattal, de nem volt az igazi. Tavaly pedig újra kioffolták a bulit a járványhelyzetre hivatkozva. Idén aztán új szervezővel és ötletekkel próbáltak életet lehelni az E3-ba, de a Sony és a Nintendo utána a Microsoft is kihátrált, a héten pedig a Ubisoft is bejelentette a távolmaradását. Miután a Sega és a Tencent sem tervezett kilátogatni, a Devolvernek pedig idén is sokkal kreatívabb és minden bizonnyal olcsóbb tervei voltak, így a szervezők kénytelenek voltak lefújni a bulit. Persze elképzelhető, hogy jövőre még megpróbálják, de elég valószínű, hogy innen már nem lehet visszajönni. Geoff Keighley, a The Game Awards atya persze azonnal jelezte, hogy nyugi, a Summer Game Fest nem marad el, és lesznek azért bemutatók, mint az Xbox Showcase, a Ubisoft Forward vagy a Starfield Direct. Szóval nem maradunk videójátékok nélkül a nyáron sem. De persze egyáltalán nem biztos, hogy meg kell várnunk a Starfield megjelenését, hogy űrhajókat nézegethessünk közelről, legalábbis ha hihetünk a Harvard egyik kutatójának. Avi Loeb az asztronómia professzora és számos csillagászati könyv írója, valamint Sean M. Kirkpatrick, az amerikai védelmi minisztérium, illetve a Pentagon munkatársa elég komoly állításokkal bombázták a nagy érdeműt a napokban. Szerintük a naprendszerben egy idegen civilizáció űrhajója, ha úgy tetszik, anyahajó tartózkodhat, ami kisméretű szondákkal térképezi fel a Földet. A szakemberek ezzel az elmúlt hetekben a légierő által lelőtt azonosítatlan repülő objektumokra céloztak. Loeb már 2017-ben is pedzegette a dolgot, amikor felfedezték az első csillagközi objektumot, amelyre azóta sem sikerült magyarázatot találni. Szerintük benne van a pakliban, hogy ezekkel a szondákkal vizsgálja egy másik civilizáció a bolygónkat, de nem tartják kizártnak, hogy az űrhajó teljesen robotizált, ahogy azt sem, hogy a szóban forgó idegen civilizáció már ki is halt, mióta elindították az expedíciót. Ez persze így önmagában még nagyon kevés, de kíváncsian várjuk, hogy a szakemberek mivel próbálják alátámasztani az űrből kapott ötleteiket. Ez volt erre a hétre a Hype, legközelebbi jövő szombaton jelentkezünk a legfrissebb hírekkel. Hogy addig sem maradjatok éhen, irány a Foodpanda, ahol a Mackie-ből most 0 forintos kiszállítási díjjal érkezik a hamburger. Minden fontos linket megtaláltok a videó leírásában. Ha tetszett ez az epizód, akkor dobjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is.
Hamarosan újra találkozunk, addig is játszatok sokat, sziasztok!